Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Eredetileg azt terveztem, hogy az Elsimon László témát lezárom egy mondattal, azzal, hogy köszönetet mondok Csák János miniszter úrnak, amiért meghozta az egyetlen döntést, amely az intézmény tekintélyét helyre tudta állítani. Azonban Ungár Péter több olyan hazugságot megfogalmazott az előző felszólalásában, amelyre kénytelen vagyok reagálni. Önmagában nem az volt a probléma, hogy valaki homoszexuális embereket fényképez. Egész nyugodtan tegye ezt bárki, de az, hogy ezt egy olyan intézményben állítják ki, és teszik normává, ami mögött a magyar állam áll, ez a felháborító, és ez az, ami a törvénnyel ellentétes. Ez az egyik része. A másik része, amit önök folyamatosan elhallgatnak, pedig ez a fő probléma, hogy ezen a kiállításon történelemhamisítás zajlik. Ugyanis megnevezik, hogy a 2022-es évnek az egész világon mik a legnagyobb problémái. És mit tesznek az első helyre? 2022-ben, amikor számos háború dúl, természeti katasztrófák sora következett be, gyermekek szerveivel kereskednek, akkor a kiállítás szerint mi a világ legnagyobb problémája? Az LMBTQ kisebbséggel szembeni erőszak. És ez az, ami propaganda. Ez az, ami propaganda, ez az, ami értékválasztás, hogy ki mit tart a világ legnagyobb problémájának. És az, hogy a magyar állam által fenntartott múzeumban, a magyar emberek adóforintjaiból működtetett múzeumban olyan kiállítást mutatnak be, ráadásul gyerekkorúaknak is, mindenféle korlátozás nélkül, amely azt mondja, hogy az a norma, hogy a világ legnagyobb problémájának gondoljuk ezt, na ez az, aminek nincsen helye, és ez az, ami szembe megy az államtitkár asszony által az előbbiekben ismertetett törvénnyel. Ezt nagyon könnyű megérteni. Másrészt, nem csak az LMBTQ propaganda szerepelt ebben a kiállításban, hanem például az is a világ vezető problémái között került feltüntetésre, hogy az az életpárti döntés, amit az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bírósága az abortussal kapcsolatban hozott, az is a világ vezető problémáinak sorába illeszkedik be. Ez is propaganda. Mert azt írja ez a kiállítás, hogy ez ellen, a döntés ellen országszerte tiltakoztak. Hát persze, ezt is ki lehet emelni, de azt is ki lehet emelni, hogy ennek a törvénynek, illetve ennek a bírósági döntésnek a következtében hozhatták meg például Texas államban a szívhangrendeletet, és több ezer gyermek megszülethetett, aki enélkül a döntés nélkül nem születhetett volna meg. Vagy azt is ki lehetne emelni, hogy világszerte az életpárti szervezetek üdvözölték ezt az évtizedek óta nem látott előrelépést az életvédelem területén. De ez a kiállítás egyértelműen állást foglalt az LMBTQ jogok népszerűsítése és az abortusz pártiság mellett. És tette ezt egy olyan intézmény falai között, amely mögött a magyar állam áll. Ez volt a probléma. Nem az, hogy ki milyen képeket nézegethet az interneten. És még egy dolog. Nem mindegy, igen, hogy az ember ezeket a képeket az interneten nézegeti, vagy a Magyar Nemzeti Múzeumban nézegeti. Ha rajtam múlna, a fiatalok nem nézegethetnének ilyen képeket az interneten sem, a közösségi médiában sem, és óvok mindenkit attól, hogy a gyerekeit erre nevelje. De ez a véleményem, ezt nem tudom természetesen megakadályozni. De az, hogy a magyar állam által vezetett intézményben ez a propaganda folyjon, az ellen igenis az eskümből következő kötelezettség. Éreztem, hogy fellépjek. És ha magánemberként tekintek is meg egy múzeumban egy kiállítást, nyilvánvalóan, hogyha annak közéleti vetületei is vannak, akkor szintén kötelességemnek érzem, hogy parlamenti képviselőként is fellépjek ez ellen. Tudom jól azt is, hogy ez az egy kiállítás önmagában kis mértékben tudja megváltoztatni az emberek gondolkodását. Attól még a kis mértékben rontó kiállítások ellen is fel kell lépni, hogyha lehetőségem lesz rá, akkor természetesen a többi ellen is fel fogok lépni, mert meg szeretném óvni a magyar fiatalokat mindazzal szemben, amit ez a kiállítás is képviselt. Én magam a magyar családokban hiszek, az életben hiszek,
a gyermekvállalásban hiszek, és azt fogom képviselői munkám során is elősegíteni, hogy a magyar állam ezeket védje és támogassa. Köszönöm a figyelmet!